Egy elképesztő hírrel folytatjuk híradásunkat. Falat bontott a leleményes betörő Jászkiséren. A megalapozott gyanú szerint a férfi háztartási dolgokat és szerszámokat vitt magával. Egy jászkíséri lakatlan ingatlan bejárati ajtaja mellett falat bontott ki a betörő, hogy onnan magához vegye az ott tárolt háztartási tárgyakat. Azonban nem elégedett meg ennyivel, ezért az udvaron álló fészer deszkafalát is megbontotta, és onnan szerszámgépeket vitt magával. Voltak kint a helyszínelők, és hát sajnos eléggé megrázott bennünket is, hogy ilyen megtörténhet, mert sajnos mi nem látunk rá erre a házra, és én hívtam fel a tulajdonost, hogy jöjjön haza, Pest környékén lakik, és ő jött haza. Biztos, hogy előre megfontolta azt, hogy hogy fogja kibontani a falat is, meg hogy fog hozzákezdeni a dolgokhoz, hogy el tudja vinni ezeket a tárgyakat, mert sem én, sem a hátsó szomszédom nem látott rá. Tehát én a hátsó terasztról tudnám azt meglátni, hogyha valami történik, de nem láttuk. Tehát, hogyha ezt nem vettük volna észre, úgymond, akkor biztos, hogy szerintem még hónapokig ide járhatott volna, mindent elvihetett volna. A nyomozás során a rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt. Az egyenruhások elfogták és előállították a jászapáti rendőrösre a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 24 éves férfit, akit kihallgattak.